Több száz motoros dübörgött szombaton a Széchenyi téren Pécsen. Az idei utolsó, vagyis szezonzáró gurulásra érkeztek a baranyai székhelyre. Még Győrből is csatlakoztak a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület rendezvényéhez. Lassan már 2018 éveleje óta járunk le folyamatosan Pécsre és környékére, szezonnyitóra, szezonzáróra. Évközben én természetesen kicsivel többet járok, mint a többi motoros társam. Itt vannak lent a Dél-Dunántúli Egyesületnek, az elnöktagságnak a nagy cimboráim, meg a többi nagy motorosokkal is. Évközben is tartjuk a kapcsolatot, születésnapokat, húsvétokat, karácsonyokat így megtartjuk, vagy csak egy spontán kirándulást szervezzünk. Ők is valamikor feljönnek Győrbe, de hát az kicsit úgy ritkább egy pillanat. De általában egy félúton Balaton környékén szoktunk találkozni. Én Siklósra érkeztem, barátnőm pedig Hosszúetnénről. Idén májusban csináltam meg a nagymotorra a jogosítványt. Ez igazából egy gyerekkori álmom volt, mert a motorozás úgymond egy ilyen szabadságot nyújt számomra, illetve most már barátnőm számára is. Szoktunk menni túrázni ide a környékbe, de egyelőre még gyakorlom ezt az egész motorozást, mert ugye ehhez nagyon sok tapasztalat kell, meg idő, hogy beletanuljunk rendesen motorozni. A párommal, ő szerettette meg velem ezt igazán, utasként sokkal nagyobb élmény. Más a levegő, más a körülnézett világ, minden teljesen máshogy látunk. És a legjobb egyébként ősszel motorozni, mert akkor színesek a fák, színesek a levelek, amik lehullottak, minden gyönyörű, teljesen más érzés. Az egyesületnek a tagjai jó barátaink, de csak így érdeklődünk, és hogy szép idő van, így kijöttünk mi is. A tél beköszönte előtt egy utolsó látványos gurulásra gyűltek össze az egyesület tagjai és motoros társaik, azért, hogy egy nagy összetartó erejű felvonulással zárják az évet. A tervek azok vannak persze, hogy csökkentsük a baleseteket. Ez évről évre egyébként, hál' Istennek, a statisztikák azt mutatják, hogy csökkenő tendenciában van, úgyhogy ennek nagyon örülünk. És most a szezonzáró guruláson is nagyon jó idő van. Rettentő sokan eljöttek, nem látom az irgalmasok közepéig, igazából a motorok tele vannak, parkolónak, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Lassan indul a motoros felvonulás, és megyünk le villányba, úgyhogy még úgy látom, hogy folyamatosan jönnek a motorok és csatlakoznak hozzánk. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen 800 kötője és 1000 motor között vagyunk most jelenleg. A rendezvény legfontosabb eleme azonban mégiscsak a baleset megelőzés témaköre volt, amelynek keretében egy kerekasztal beszélgetés is történt szakértő szervezetekkel, személyekkel Pécsváros főterén a dzsámi előtt. A szezonzárás pedig most megtörtént. A lezárás az arról szól, hogy még egy utolsó nagy közöset guruljunk itt Pécsen, de sokan nem teszik el a motorokat, mi sem tesszük el. Például tavaly is augusztus vagy december 31-én még motoroztunk egyet, ami tök jó volt, mert 10 pár fok volt, úgyhogy biztos, hogy sokan nem teszik még el a motorokat. 12 órakor elindult a csapat körbe a Széchenyi téren egy tiszteletadással, és irány villány, ahol beszélgetések és bemutató zárta a programot.